Profi sport, profi városvezetés, profi csarnok. Így fogalmazott dr. Sesztek Miklós nemzeti fejlesztési miniszter kedd délután, amikor dr. Simicskó István sportért felelős államtitkárral és Borkai Zsolt polgármesterrel meglátogatta az épülő új arénát. Ez maga csoda. Csoda egyszerűen azért is, mert sikerült a régit az újjal összeötvözni. Tehát itt egyszerre két csarnoknak a szerves elegyét láttuk. Csoda, hogy 2014. január 30-én volt az alapkőletétel, és mondta a polgármester, hogy október 15-én megindul a műszaki átadás. Dr. Simicskó István, aki januárban az aréna alapkőletételénél is itt volt, úgy gondolja, hogy ezek az építkezések lépcsőfokok a nagy álom egy olimpia megrendezéséhez. Hinni kell, küzdeni kell, célokat kell megfogalmazni, nem is kis célokat, nagy célokat kell megfogalmazni. Mi magyarok nagyon sok mindenre képesek vagyunk. Szépen lépésről lépésre építjük azt a téglát, rakjuk föl, és ezt a nagy célt szerintem el tudjuk érni. Az aréna után a vizit az úszodában folytatódott. Ez a létesítmény is megnyitja már idén a kapuit. Örömteli dolog azt látni, hogy napról napra fejlődik, és nagyon várjuk már, mi győrjek, és én jó magam is természetesen az, hogy megnyissa a kapuit. Hát ebben az évben ez meg lesz, úgyhogy nagyon sok győrinek az álma fog teljesülni, akár a multifunkcionális csarnokkal, vagy akár most ennek az úszodának a megépítésével. Nagyon szép. A polgármester azt is elárulta, hogy szeretné, ha később az úszás mellett más vízisportág is nagyobb teret kaphatna Győrben, így akár a vízilabda is nagyobb hangsúlyt kaphatna városunkban.